Felszólásra következik Nemény András, az MSZP képviselője. Köszönöm szót, elnök úr, tisztelt ház. Én is az ajánlás 26. pontjához szólnék hozzá. Schiffer András képviselőtársam tette egy kísérletet arra, hogy mi is lehet a kormány érdeke valójában ebben a javaslatra. Hát azt gondolom, közel jár az igazsághoz, nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor az érdek itt nem más, mint az, hogy ne legyen érdekegyeztetés. Hiszen azzal, hogy megszünteti az országos érdekegyeztető tanácsot, az a szétveri az érdekegyeztetés jól működő rendszerét. Azt az OÉT-et, amelyik a rendszerváltás óta működik, amelyet a Fidesz is támogatott ellenzékben, hiszen megszavazta azokat a törvényeket, amik az OÉT-ről szóltak, azt az OÉT-et, aminek a feladata a munkavilágával kapcsolatos valamennyi kérdéskör tárgyalása, legyen szó gazdaságról, foglalkoztatásról, költségvetéssel összefüggő témákról, és az ezekhez kapcsolódó jogszabálytervezeteket itt, ebben a műhelyben dolgozták ki, véleményezték, és igazából a garanciát ezeket... Elnézést kérek, én nagyon örülök, hogy végre kormányoldali képviselő is hozzászól, de úgy tűnik, mint a saját oldalra, tehát akkor nem jelentkezett képviselő úr most. Nem. Köszönöm szépen, akkor folytassa a képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát a jogszabály tervezeteknek a véleményezése feladata volt. És az is egy érdekes dolog, hogy az Európában általános gyakorlatként elterjedt háromoldalú egyeztetési rendszert most a kormányzati kommunikációban azt mondták erre, hogy ez egy különlegesség itt Magyarországon, pedig egyáltalán nem így van. Olyannyira nem így van, hogy az ENSZ-nek szakosított szervezete is van erre, az ILO, ami a munkaadók, munkavállalók és a nemzeti kormányok képviselőiből áll. Ez a tripartit szociális párbeszéd rendszere, amelynek Magyarország is részese 1994 óta, és egy 2000-es törvényben ki is hirdette az ehhez kapcsolódó jogszabályt. Szóval összességében elmondható, hogy az Országos Érdekegyeztető Tanácsra mindenki tudja, hogy ebben a formában van szükség, a kormánynak viszont nincsen szüksége rá, mert egészen mást tervez a munkavilágával, és nem akarja, hogy komoly, kiélezett tárgyalásokon kelljen keresztül vinnie, hanem ehelyett létrehoz egy olyan tanácsot, amelyik igazából semmilyen hatáskörrel nem bír, és amelyik asszisztálni tud a kormány munkájához, ahhoz a munkához, amivel a munkavállalók érdekeit tönkre fogja tenni. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Schiffer András, az LMP képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt Babák képviselőtársam a háttérben megihletett, mert úgy látszik itt akkor mégiscsak a 22-25. Számon előterjesztett módosító javaslatunkkal kapcsolatban, akkor itt azért valamit szeretnék tisztázni, ami azt gondoltam, hogy már az általános vitában sikerült tisztázni. Ugyan Babák képviselőtársam nem kért szót, de itt a mormogására szeretnék igazából reagálni. Tehát az a helyzet, hogy gondolunk valamit mondjuk a magyar szakszervezetek, illetve egyáltalán a munkáltatói munkavállalói érdekképviseletek állapotára, érdekérvényesítő képességéről. Hogy mit gondolunk arról, hogy az elmúlt 20 évben a különböző szakszervezeti konfederációk hogyan szerepeltek? Ez egy kérdés, erről lehet vitatkozni. Lehet arról is vitatkozni, hogy abból a tapasztalásból, amit szereztünk az elmúlt 20 évből a magyar szakszervezetek állapotát illetően, milyen változtatások következnek, akár a munkatörvénykönyvére nézve, akár az OÉT esetleges átalakítására nézve. De az, hogy adott esetben elégtelenül működnek egyes szakszervezetek, abból nem következik az, hogy van egy alapvető ellentét egy ilyen társadalomban, nem pusztán a magyar társadalomban, hanem minden kapitalista társadalomban ma a világon, hogy ezt az ellentétet zárójelbe rakjuk, márpedig, hogyha az érdekegyeztetés folyamatát, tényleg nem tudok elnézést a képviselőtársaimtól, nem tudok jobb szót, felhigítjuk másféle szereplőkkel, felhigítjük másféle törésvonalakkal, amik egyébként elképzelhetők az országban. Egyrészt óhatatlanul megfosztjuk a munkavállalói érdekképviseleteket attól a jó, rosszul, de én hajlamos vagyok még Babák képviselőtársamnak is igazat adni adott esetben, rosszul működő érdekérvényesítéstől, de mégiscsak valamilyen módon nem működő érdekérvényesítéstől. Másrészt, és itt újfent szeretnék appellálni a kormányzati felelősségre, hogyha eltagadják,
és egész egyszerűen oda nem való szervezetek szerepeltetésével hangtalannál, láthatatlanná teszik az alapvető konfliktust, ami egyébként munkavállalók és munkaadók között van, és amiben a mindenkori kormányzatnak van egy át nem ruházható felelőssége, ezzel egy társadalmi robbanást kockáztatnak. Az értékválság kérdését szintén nem ide kell hozni. A különböző értékkonfliktusokat elsősorban itt kell lejátszani a parlamentben. Azért vannak különböző nézetű ideológiai pártok a parlamentben, azért nem kell nekünk folyton egyetértenünk egymással, mert ezeknek az értékkonfliktusoknak a lejátszása az a törvényhozásra való. Kettő, ha értékválságról, értékkonfliktusról beszélnek, akkor talán át kéne gondolni ennek a kormánynak a gazdaságpolitikáját, és nem kéne kivonni hatalmas pénzeket az oktatásból és a kultúrából. Akkor talán el lehetne indítani például olyan programokat, amik a közösségi tereknek az újranyitásáról szólnak. Akkor erről kell beszélni. De az értékkonfliktusokat ide keverni, ahol alapvető, fundamentális érdekkonfliktusról beszélünk, és ami függetlenül létezik Magyarországtól és a 2010-es évek Magyarországától, ez egy óriási baklövés. Éppen ezért javasoltuk a citált ajánlási pontokban, tett módosítási javaslatainkban, hogy tartsa fönt a kormány az Országos Érdekegyeztető Tanácsot, hiszen ráadásul az a gazdaság és társadalmi tanács, amit itt önök javasolnak, ez tulajdonképpen nem más, mint az európai mintára az elmúlt években átvett gazdasági és szociális tanácsnak valamiféle válfaja. Csak hogy a GST-nek és az OJT-nek egészen más a funkciója, önök ezt keverik össze, és én ott szeretnék appellálni a lelkiismeretükre, hogy túl azon, hogy alapvetően nem értünk egyet. Ez a dolog, ez nem sok jóra fog vezetni. Ha kezelhetetlenné válnak a különböző szakszervezeti tiltakozások, ha kezelhetetlenné válnak a munkavállalói tiltakozások, akkor annak a levét mindnyájan meg fogjuk inni, és ezért az elsődleges felelősség a kormányt fogja terhelni. Köszönöm szépen! Több jelentkezőt nem látok, így a részletes vitát lezárom, és megadom a szót válaszadásra Comba Sándor államtitkár úrnak. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő társaim. Néhány dologra akkor reagálva, Berta Szilvia ugye javaslat, hogy a tanácson belül egy albizottság jöjjön létre, aki a munkavilágával foglalkozik. Ugye egy ilyen, és ehhez hasonló jellegű javaslat érkezett a munkaadói, és aztán később a munkavállalói oldal részéről is. És önmagában azt tudjuk mondani, hogy ez egy nem elvetendő ötlet, de nem szeretnénk a tanács munkáját azzal befolyásolni, még meg sem alakuló tanács munkáját azzal befolyásolni, hogy mi megmondjuk neki azt, hogy milyen bizottságokat hozhat létre, és miért nem. Tehát ha amennyiben a tanács úgy dönt, hogy ő szeretne ilyen a munkavilágával foglalkozó szűkebb körű bizottságot, albizottságot létrehozni, és szeretné, hogyha a kormány ennek a munkájában részt venne, természetesen én úgy gondolom, hogy ennek semmi akadálya nem lesz. A Neményi András képviselő úrja, hogy alkalmatlan lesz ez az új szervezet a munkavilágával kapcsolatos problémákat kezelni, hiszen csak véleményez, és nincs döntési jogköre. Kedves képviselő úr, szeretném a figyelmét fölhívni, hogy az Országos Érdekegyeztető Tanácsnak, hiába törvény szól róla, ugyancsak 2009-től szól törvény, nincs semmiféle döntési kompetenciája. Erre szeretném mindannyiunk figyelmét fölhívni, semmiben nem dönthetett, alkotmánybírósági határozat szólt arról, hogy nem dönthet gyakorlatilag érdemben semmiről, véleményezett, ugyanazokat a jogköröket gyakorolta, mint amit egyébként most az új tanács megtehet majd. Siffer András képviselő úr ugye itt jelezte, hogy a munkáltatói érdekképviseletek, hogy a Fidesz ugye kibújt a szög a zsákból. Kedves képviselő úr, szeretném fölhívni a figyelmét. 15 tagból áll az Országos Érdekegyeztető Tanács. 9-en ülnek az egyik oldalon, 6-on a másikon. A 9 a munkaadói oldal, ugye 6 a munkavállalói. A munkavállalói oldal döntő többsége a közszférát képviseli.
míg a munkaadói oldal döntő többsége a versenyszférát. Tudja, mi volt a helyzet? Hogy számos esetben elbeszéltek egymás mellett, mert nem ugyanarról a problémáról beszéltek, természetes módon, hiszen teljesen más az egyik oldalnak, meg a másik oldalnak az ezzel való ugye, álláspontja, véleménye. Tehát ha egy tanács, ha azt szeretnénk, hogy a tripartit rendszer vagy a társadalmi párbeszéd jól működjön, ahhoz olyanoknak kell egy asztal körül ülni, akik egyébként a legtöbb információval szolgálnak. Miért baj azt szeretném kérdezni képviselőtársaim, hogyha az eddigi 9 és 26 résztvevő helyett gyakorlatilag részt vehetnek a Magyar Tudományos Akadémia illetékesei, a tudományos élet képviselői, az egyházak, a civil szervezetek, képviselő úr. Vitatkozhatunk azon, hogy vajon a magyar kormány, vagy mi egyébként a politikusok, vagy akik a foglalkoztatásért felelősek, azok vajon megtalálnak-e minden réteget, aki egyébként a foglalkoztatási ügyben tud segíteni? Véleményem szerint nem. Számos olyan területe van az életnek, ahol a civil társadalom és az egyházak olyan rétegeket tudnak elérni foglalkoztatási szempontból, mint amit egyébként mi képtelenek lenne. Természetesen. De ettől függetlenül nem, képviselő úr, én és mi azt mondjuk, hogy azok, akik a munkavilágában és egyébként a társadalmi párbeszéd világában tudnak hozzátenni és tudnak értéket teremteni, azt Isten hozta. És úgy gondoljuk, hogy ezek a szervezetek, amelyek most az új tanácsban részt fognak majd venni, meggyőződésünk szerint sokkal szélesebb palettán fogják tudni azokat a társadalmi problémákat, feszültségeket kezelni, illetve javaslatokat, véleményeket megfogalmazni, amelyek mindenképpen hasznosak lehetnek, akár a munkavilágát, akár a társadalom más részét tekintve gyakorolni. Ugye itt Neményi András képviselő úr jelezte, hogy az ILO ajánlásai, hát szeretném fölhívni a figyelmet, éppen most voltunk, a 100. évfordulója volt ugye az ILO-nak, és volt szerencsém ott néhány illetékessel beszélni. Az ILO-nak ajánlásai vannak. Az ajánlásokat tekintve a tagállamok kiki a megfelelő módon ezeket az ajánlásokat beépíti a saját szervezetébe, és gyakorlatilag arról van szó, hogy mi ezeket az új tanács létrehozásával maximálisan tudjuk teljesíteni azokat az ajánlási pontokat, amelyeket egyébként az ILO e tekintetben megfogalmaz, és egyébként is úgy gondoljuk, hogy ezeknek a kereteit ugye a tagállami szinten kell és szükséges kezelni. Tehát összességében azt láthatjuk, hogy az a új tanács, amely létrejön, a eddiginél sokkal hatékonyabban, eredményesebb munkát végezhet. Ehhez természetesen azoknak a tagoknak, akik az új tanács berkein belül fognak majd dolgozni, megfelelő módon kell ezt a problémát kezelni, de meggyőződésünk, hogy mind a kamarák, akik eddig kívül maradtak ezen a rendszeren belül, mind a civil társadalom, mind az egyházi intézmények, szervezetek, képesek és tudnak és akarnak ebben az ügyben szorosan együttműködni mindannyiunkkal. Köszönöm szépen figyelmüket. A benyújtott módosító indítványokról következő ülésünkön döntünk. Tisztelt Országgyűlés, soron következik a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Kósa Lajos Fidesz és Habis László KDNP képviselők önálló indítványát TPER 3495-ös számon, az Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottság ajánlását pedig TPER 3495/21-es számon megkapták és megismerhették. Tájékoztatom önöket, hogy a törvényjavaslathoz előterjesztőként Kocsis Máté képviselő csatlakozott. Indítványozom, hogy a részletes vitában a benyújtott módosító javaslatokat a törvényjavaslat szerkezeti rendjére figyelemmel két szakaszban tárgyalja meg az Országgyűlés. Az első vitaszakasz az ajánlás 1-től 19-ig terjedő pontokra nyílik meg, amelyek az adósság rendezési eljárásról szóló törvény módosítását tartalmazzák. A második vitaszakasz az önkormányzati törvény módosítását kezdeményezi, az ajánlás 20-tól
23-ig terjedő pontjai szerint. Aki ezzel a vita szakaszolásra egyetért, kérem kézfelemeléssel szavazzon. Megállapítom, hogy az országgyűlés az indítványt elfogadta. Kérem önöket, hogy annak érdekében, hogy az általános vita ne ismétlődjön meg, csak a benyújtott módosító indítványokról ismertessék az álláspontjukat. Megnyitom a részletes vita első szakaszát, az ajánlás 1-től 19-ig terjedő pontjaira. Megkérdezem, ki kíván felszólalni 6 perces időkeretben, megadom a szót Hegedűs Lónátnének, a Jobbik képviselőjének. Köszönöm a szót, elnök úr. Előjáróban el fogom mondani természetesen, hogy mely ajánlási pontokhoz szeretnék hozzászólni. Ugyanakkor azt anélkül természetesen megismételném az általános vitát, már rögtön az előjáróban leszeretnék szögezni 2 dolgot. Az egyik az, hogy továbbra is súlyos aggályunk van az egész törvényjavaslattal kapcsolatban, az egész törvényjavaslat alkotmányosságával kapcsolatban, hogy kiállja ez vajon mondjuk egy alkotmánybírósági beadvány próbáját. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy a bizottsági ülésen próbára téve a kormánypárti képviselőtársaim türelmét, megpróbáltam 1-2 módosító indítványom elutasítása kapcsán megkérdezni, hogy vajon mi az ok, az igazi ok. No hát ez az, amire gyakorlatilag egyikre se kaptam igazi érdemi választ, hát ha most sikerül. Igaz, hogy az eredeti előterjesztők közül már senki nincs itt, de örömmel látom körünkben Kocsis Máté képviselő társamat, mint csatlakozó előterjesztőt, hát ha ő neki sikerül majd választ adni. Tehát a 12-es ajánlási pontra szeretnék először szólni. Szóval itt az eredeti törvényben volt egy olyan mondat, ami azt szabályozta, hogy a képviselőtestület hogyan kell, hogy meghozza a döntését az egyességi javaslatról. Nevezetesen zárt üléssel, minősített többséggel és népszerinti szavazással. Ez valami miatt kikerült a jelenlegi javaslatból, és én ezt szeretném visszapótolni a beadványom szerint. Igaz, hogy meglátásom szerint a zárt ülés ebben a kérdésben nem teljesen lenne, hogy mondjam, elfogadható, hiszen olyan súlyú döntésről van szó egy önkormányzat életében, egy ilyen adósságrendezési eljárás, azon belül az egyességi javaslat elfogadása, amely igenis én szerintem indokolja a nyílt tárgyalást, de és indokolja a minősített többséget, illetve a népszerinti szavazást. Erre a képviselőtársaim, a bizottság ülésen, a kormánypárti képviselőtársaim azt mondták, hogy hát ezt az SMS-ben kell szabályozni. Nem. Azt gondolom, hogy nem véletlenül volt ez itt eredetileg is benne a törvényben. Ugyanakkor megmondom őszintén, hogy saját magammal is vitatkozom egy kicsit, mert ugyanakkor vannak olyan üzleti érdekek ebben a kérdéskörben, amely tehát a saját üzleti érdekeinek a sérelmét is jelenthetné adott esetben egy önkormányzati képviselőtestületnek, hogyha nyílt ülésen tárgyalja meg teljes egészében ezt a napirendi pontot. Tehát elképzelhető, hogy lehet, hogy volnának olyan részek, amit zárt ülés keretében kéne megtárgyalni. Minden esetre én azt gondolom, hogy magát a határozat hozatalt, azt már nyílt ülésen, minősített többséggel és név szerint kéne megtennie. Tovább megyek. A 14-es ajánlási pontot szeretnék hozzászólni. Ez arról szól, hogy a hitelezők véleményét, amikor kikérik, milyen arányban összesítsék a véleményüket. Rendkívül egyszerűen a csőtörvényből átvettem azt, hogy a szavazatokat úgy számolják össze, hogy mondjuk követeléseket 100.000 forintosával osztjuk föl, és akkor az egy aránylag igazságos részvételt jelent szerintem a szavazásban. Persze az is kérdés, hogy mit nevezünk hitelezői körnek. De a előterjesztés szerint az adósságrendezés megindításának időpontjában fennálló követelésekkel rendelkező hitelezőket minősítik hitelezőknek. Azért azt gondolom, hogy lehetne azon is elgondolkozni, hogy a hitelezői kört úgy állapítjuk meg, hogy a pénzügyi gondok által már nyilvántartásban vett hitelezőket nevesítjük itt. Ez egy kapcsolódó módosító indítványnak lehetne egyébként a témája.
mindazonáltal erre se kaptam választ, hogy tulajdonképpen miért is nem jó ez a szerintem egyébként igazságos rendszer, tehát hogyha 100.000 forintnyi egységben állapítjuk meg a szavazatoknak a mértékét. Az következő a 10-es ajánlási pont. Ezt itt egyszerűen nem értettem meg, megmondom őszintén, hogy miért kéne a válság költségvetési rendelet elfogadását 90 napra kitolni a megindítástól kezdve. Nyugodtan maradhat, azt kérem tisztelettel, 60 nap. 60 nap alatt igenis el lehet készíteni egy válságköltségvetést. Mint tudjuk, ebben az időszakban egyébként az eredeti költségvetés van érvényben, és ez bizonyos hitelező érdekeket igenis sérthet. Ezt a mindenkinek az a legjobb, hogyha ezt az időszakot nem húzzuk végtelenségig. Én azt javaslom, hogy térjünk vissza igenis a 60 napra. A következő, amihez hozzá szeretnék szólni, tulajdonképpen ez egy csomag, de lehet, hogy nem lesz rá időm. Nem tudom, elnök úr, nyomhatok még egyszer 6 percet? Képviselő asszony, természetesen két lehetősége van, ha 6 perc után 1 perc alatt befejezi hosszabbítás, jó, vagy ismételt felszólalást kérhet már most. Legyen ez, hogyha megengedi. És persze, jó, persze, ismételt felszólalás majd 6 percnél. Tehát az 1-es, 16-os és 15-ös, ez pedig a következőt jelenteni, ez a három, így tulajdonképpen összefüggő javaslat. Ez az, hogy ne lehessen azonnali hatállyal se közoktatási intézményt, se bármilyen további intézményt, költségvetési szervet megszüntetni. Képviselő asszony, arra kérem, hogy nem tudom 12 perccel hosszabbítani, de ha most újból gombot nyom, akkor ismételt felszólalóként folytathatja. Tehát jó, jelentkezzen, köszönöm. Legyen jó, szíves. Most rögtön. Így nincs. Jó? Én nem látom még. Igen, köszönöm. Ismételt felszólással következik Hegedűs Lórátni, a Jobbik képviselő. Köszönöm. Köszönöm. Szóval ott tartottam, hogy ugye a Heves megye, tehát pontosabban, miért is kell tulajdonképpen ez az egész törvény? Azért kell, mert 2 darab önkormányzat esetére szabjuk a törvényt. Az egyik az Megyes Tamás esete, tehát Esztergom, a másik pedig Heves megye. Na, most ez a Heves megye, ez a kisebbik része a történetnek, de most amit én szeretnék mondani, az alapvetően ehhez a Heves megyéhez kapcsolódik. Nevezetesen az, hogy ugye szeretnék támogatni a Heves megyei színházat, kulturális intézményeket, stb. A válság költségvetésben is. Na most ugyanakkor viszont a másik törvényi passzusban, tehát ez a mellékletek kibővítését jelenti az előterjesztésben, ugyanakkor a javaslat szerinti további passzusokban, a 34B nagy B és nagy C-ben, illetve az egyes ajánlási, illetve igen, ebben a kettőben azt kezdeményezi az előterjesztő, hogy azonnali hatállyal meg lehessen szüntetni iskolát, illetve bármilyen oktatási intézményt, illetve kulturális intézményeket, költségvetési szerveket azonnali hatállyal. Ez van leírva, kérem tisztelettel, tessék elolvasni, ajánlom tisztelettel a figyelmébe. Azonnali hatály, hiszen arról van szó, hogy a jelenleg hatályos ezzel kapcsolatos törvényt nem kell ezekben az esetekben figyelembe venni. Tehát adott esetben igen, szorgalmi időszakban is be lehessen majd zárni iskolát. Na most, és ehhez kapcsolódó másik dolog, hogy mit vonhatunk be adósságrendezésbe vagyonként, azt, amihez az állam nem biztosít hozzájárulást, illetve bármilyen, hogy is szól a törvény pillanat, tehát nem biztosít hozzá támogatást vagy hozzájárulást. És hogyha ugye megszüntetünk azonnali hatállyal mondjuk egy iskolát, akkor ugye nem biztosít se támogatást, se hozzájárulást ahhoz az állam. Tehát igen, adott esetben az iskola épülete is majd bevonható lesz az adósságrendezési eljárásba. Vagy adott esetben egy színház épület, vagy adott esetben bármilyen további más kulturális intézménynek az épülete. Erről szól ez a három javaslat így együtt. Egyrészt, hogy ne lehessen ezeket megtenni, hogy azonnali hatállyal bezárni. Milyen nonsens az a szituáció, egy iskolát szorgalmi időszakban bezárunk, és szélnek eresztjük a gyerekeket. Bele se tudok gondolni egyébként ebbe az egész folyamatban, hogy ez mit eredményezne. Ugyanakkor
ez az önkormányzati vagyon olyan ütemű felélése és mondjuk így eltapsolása, amihez semmilyen módon nem asszisztálhatunk, ezt nem hagyhatjuk jóvá, meglátásom szerint. Köszönöm szépen a szót, elnök úr! Köszönöm, képviselőasszony! Mivel több felszóló nem jelentkezett, a részletes vita e szakaszát lezárom, és egyben megnyitom a részletes vita második szakaszát, az ajánlás 20-tól 23-ig terjedő pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Megadom a szót Hegedűs Lórántnénak, a Jobbik képviselőjének. Szépen a szót, elnök úr. Na most, hát ugye ez a 20-as napi ajánlási pont, amihez hozzá szeretnék szólni, ez az, ami vegytisztán az Esztergom kérdése. Ugye ez a magyar esett jog, hogy Esztergomban Meggyes Tamással megesett valami, tehát erre szabunk akkor törvényt. Egy egészen új, mondhatjuk, hogy ez hungarikum. Amit szerintem egyébként döbbenetes, és ez az, amihez ezt egyszerűen nem, semmiképpen nem tudjuk támogatni, úgyhogy a javaslatunk szerint azt kezdeményezzük, hogy a törvényjavaslat 23, 24 és 25-ös paragrafusa egyszerűen eltörlésre kerüljön. Ezek egyébként azok a pontok, ami gyakorlatilag ugyanazt a forgatókönyvet tükrözik, mint amit a megyei kormányhivatal Esztergom esetében kifogásolt, és több alkalommal már törvényességi észrevételt tett. Na most mi utólag, kvázi visszamenőleg a jelenleg is folyó eljárásokra, tehát Esztergomra is egy új törvényt szabunk, hogy így gyakorlatilag egy kicsit próbáljuk a saját szennyesünket mosni, vagy nem is tudom, hogy lehet ezt jól kifejezni. Én ezt nagyon rossz gyakorlatnak, nagyon egészségtelen gyakorlatnak tartom. Köszönöm szépen a szót! Mivel több jelentkezőt nem látok, a részletes vita e szakaszát, valamint a vita egészét lezárom. Megkérdezem Kocsis Máté képviselőt, hogy most vagy a határozathozatalok előtt kívánnak válaszolni a vitában elhangzottakra. Igen, úgy látom, hogy jelzi, hogy a határozathozatal előtt. A benyújtott módosító javaslatokról várhatóan következő ülésünkön döntünk. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik. Az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges válaszjogi reform előkészítéséről szóló 37/2010 6.16 OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat részletes vitája. Az Alkotmányügyi, Igazságügyi és Ügyrendi Bizottság önálló indítványát a H/3523-as számon, az Emberi Jogi Kisebbségi, Civil és Vallásügyi Bizottság ajánlását pedig H/3523/4-es számon megkapták és megismerhették. Az ajánlás összesen 4 pontot tartalmaz, amelyek mindegyike a határozati javaslat első pontját módosítja. Így megnyitom a részletes vitát az ajánlás elsőtől 4-ig terjedő pontjaira, és egyben megadom a szót 6 perces időkeretben Novák Elődnek, a Jobbik képviselőjének. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés, mind a 4 ajánlási ponthoz hozzá szeretnék szólni, tekintettel arra, hogy mindegyik benyújtott módosító javaslata sajátom. Illetve részben a sajátom is, hiszen az egyiket néhány képviselőtársammal közösen fogalmaztam meg. Nos, az első és a harmadik ajánlási pontban arról van szó, amelyet megint szeretnék szót emelni, hogy méltatlan az, hogy az új választási rendszert, egy reményeink szerint igazságos választási rendszert egy egyszerű albizottság dolgoz ki. Itt ennél sokkal lényegtelenebb dolgokra, aktuálpolitikai célokra is létrehoznak önök eseti bizottságot, ezért igenis indokolt lenne, hogy egy eseti bizottságban vizsgáljuk meg ezt a kérdést. Gondoljunk csak akár arra, hogy annak lehetnek tagjai a házszabály szerint nem csak országgyűlési képviselők, hanem akár független külső szakemberek is. Bár frakciónkban többen is vagyunk, akik korábban mondjuk az Országos Választási Bizottság tagjai voltunk, ezért van rálátásunk a kérdésre, de például egyikünk sem lehet Gaudi Nagy Tamás képviselőtársam, és jó magam sem ennek a bizottságnak, ennek az albizottságnak tagja, hiszen ide összesen egy fő delegálhatott a Jobbik.
működik, és az azt gondolom más frakciót is érinthet ez a probléma. Gondoljunk csak Karácsony Gergelyre, aki ennek a témának egy kiváló szakértője, és talán ebben a kérdésben valami hasonlót is szeretnénk, egy igazságosabb rendszert. Ő sem lehet ott ebben a bizottságban, mi arra vonatkozik ez a módosító javaslatunk, mi azt szeretnénk, hogyha végre teret engednének egy komolyabb szakmai munkának. Erről szól tehát az első és a harmadik pont. De hát beszéljünk egy kicsit a lényegi részről, hogy amiről szól most ez az egész javaslat. Ez látszólag csak egy dátum módosításáról van szó, valójában többről, nem csak azért, mert azért a sorok között szépen egy helyesírási hibát is kijavítottak, amit korábban vétettek, ugye a széleskörű társadalmi vitát, azt ugye a széleskörű szót külön kell írni, most már nagyon helyesen külön írták, na nem csak ezért van szó többről, mint egy dátummódosításról, hanem azért is, mert ezzel gyakorlatilag elismerték, hogy az albizottság nem birkozott meg azzal a feladattal, amivel végeznie kellett volna június végéig. Most kitolják ezt a dátumot október végéig, ám legyen, azonban épp azáltal, hogy nem volt képes eddig a feladatát, nem volt képes eddig ellátni a feladatát, szeretnénk és szeretnék most is némi támpontot adni, hogy a bizottságnak milyen irányba kellene végre elmozdulnia, hogy végezni tudjon ezzel a feladatával. Meggyőződésünk, hogy egy igazságos, arányosabb választási rendszerre van szükség, hiszen most már széles körben ismert a társadalomban, hogy az a bizonyos kétharmados túlsúly, amivel önök rendelkeznek, ez bizony az aránytalan választási rendszernek köszönhető csak, hiszen 53%-os választási eredménnyel még annyival sem érték el ezt a több mint kétharmados parlamenti túlsúlyt. Ezek után élnek vissza önök ezzel a túlsúlyukkal itt az országgyűlésben. No, ennek kellene véget vetni, ezért néhány alapelvet szükségesnek tartottam a bizottságnak figyelmébe ajánlani, és ezt szeretném, hogyha a plenáris ülés is elfogadná. Ez ugye azt mondja ki, hogy a választójogi reformnak arányos képviselő.